Poopiply tímet. Töltsétek fel a kolbászotok. Jó napot, kolbász úr. De király, játszunk már. Basszus, de király, gyerek akarok lenni újfent. Na jó, van már. Hallod? Azért van egy határ. Sziasztok, ez itt az 1001 játék, a Skylab-en a sorozat, ahol 1001 darab játékot próbálunk ki. A mai napon a Poppy Playtime 2-ben fogunk játszani, illetve Chapter 2-vel. Én Benji vagyok, ne iratkozz le. A mai napon pedig a Poppy Playtime 2-vel fogunk játszani, Chapter 2-vel. Mi van, beakadt a lemez, hogy mi? Na, annyit kell erről tudni, hogy beökölve van, szorulva a seggem, mert rettentően félek, rettegek, hogy mi a szar fog történni, jumpscare-ek, üldözés, meg minden. Úgyhogy Chapter 2 megvettem sok-sok euróért, üresek a zsebeim, de legalább be fogok szarni, úgyhogy ennyi haszna volt. Szóval is veszem a fülesemet, annyit kell most tudni, hogy nagyon hangos lesz a játék, és én pedig még annál is halkabb. Szóval most tényleg a játék hangja lesz hangos, hogy azért ti is kiugorjatok a gatyátokból, ha már nekem is muszáj. Ezt a gatyát nem ússzátok meg, illetve a gatyátok nem ússza meg, az enyém se. Enyém se, pedig olyan szépen ki van mosva, nem amúgy viccelek, mert direkt a szennyes nadrágomat veszem föl, hogy már összeszárjam a tisztát. Na jó, play, nyomjunk egy play-t. Na nézzük, ugye az előző részek úgy lett vége, hogy... És... Nagyon hangos. Úgy kiugrom a gatyámból, mint annak a rendje. Várja, följebb veszem a monitor fényereit, mit szóltok? Jézus atya úristen, mi ez az atmoszféra? Hadd igyak már egy kortyot. Azért fontos most az, most különösen fontos az ivás és a folyadék pótlása, hogy ha van egy jumpscare, akkor ne csak beszarjak, de még be is húgyozzak. Chapter 2, Flying a Wii Audible. Ami web, amúgy. De mindegy, nézzük a sztorit. Arról szól, hogy with Poppy now free. Ja, meg kiszabadítottuk a Poppy nevű bábut, azt hiszem. Talán. Igen, tehát hogy megváltoztak a dolgok, és hogy továbbra is próbálok kiszökni a Factory-ből, amiben amúgy azért mentem be, hogy kiszökjek. Tehát, hogy ennyi értelme van a dolognak, szóval... New game, és akkor igyekszem úgy megcsinálni, hogy tényleg csak a nagyon unalmas részeket vágjam ki, hogy egy jó hosszú és scary experience-etek legyen. Úgyhogy 1001 játék Poppy Chapter 2, kalandra fel. És akkor nyomjuk, mit húzom az időt itt, tízellek benneteket, nyomjuk már rá, na, mondjuk együtt, nyomjunk rá, nyomva vagyon. És akkor, hold any button to skip. Jó, story time következik, alright, hát akkor én itt szürcsögöm majd közben a italocskámat, ha nem bánjátok. Mi van? Így ez most egy másik játéknak a reklámja, értem, I got it, oké. Megnézzük, hogy vágjam ki. Nézzük meg, érted, hát ha izé. Hát a fontos a sztori szempontjából. Oh shit, nyújtható a kezelába, bassza meg. Hát, úristen! Ez de creepy! Mi ez így? Basszus! Ezelől kell meneküljünk, nézd meg. Valamit suttogott a fülembe, nem hallottam mit. Hogy wake up. Basszus. Isten. Tiszta horror. Ez egy horror játék, mondtam már. be kellett volna sukjam a spalettát, mert nagyon nagy, tehát most még besüt a napfény. Basszus. Jézusom! Poopiply Team Chapter 2. Köszönjük szépen, titlést megkaptuk. És akkor, játszanék. Mondtam már, 6,5 euróért hadd játsszak már. Nem filmet vettem, hanem játékot, gyerünk. Na végre, na itt vagyunk, ez az, juhú, hát még mindig nagyon érzékeny az egér, de mindjárt módosítunk. Addig bontsatok egy, nem tudom, egy zacskó chipset mondjuk, jó? Megegyeztünk. Settings és Mouse Sensitivity. Mouse speed, tessék. Ó, bazdmeg, kihúzom a fülesem. Baszki. Na, szarakodtam a beállításokkal, úgyhogy van egy jó hírem. Elvileg, már ti is HD-ban látjátok. In all its glory. Szóval. Elvileg, nem tudom. HD ez? Várjál, nézzük meg. Elvileg HD. Az egy másik kérdés, hogy akad, mint a rosszabb. 1920x1080 legyél, légy szíves. Így nem akad, de azt gyanítom lelóg a képről nektek, várjál. Várjál, hadd húzzam be, várjál. Istenem. Ezt a szart, mi ez? Így kell játszani. Sziasztok, ez itt a Skylab. Poppy Playtime-ot rátok meg nektek.
Elvileg ez így fasza, nem? Mi tudod, játszok ki? Be van aglik ez a kis szarcsik. Na jó. Mindjárt megoldom, jó? I got this. Ura vagyok a helyzetnek, nem kell pánikba esni csak egy picit. Elvileg így lesz a nyerő. Mindjárt nézzünk egy mozgáskultúrát, úgy. Gyönyörű, ez így jó, ugye? Ez jó. Ennek jónak kell lennie. Na hát akkor 20 percnyi szarakodás után végre kezdjünk neki a... Mi ez? Hol a kezem? Oda cuppant. Gyere már vissza, na. Várra is jött vele. Állítsunk még a fényerőn, jó, hogy azért lássatok is belőle valamit, mit szóltok. Na tessék, nektek állítottam föl a fényerőt, nézz oda. Na végre, akkor kezdjünk el egy kortyot még. Alright. Na, hát akkor ASMR gameplayre fel. Cseppet sem bizalomgerjesztő. Cseppet sem bizarr, azt akartam mondani. Folyosó. És akkor indulj neki. Elég hangos a játék? Mert ha tényleg, ha egyszer beszarok, akkor az szóljon már nagyot, érted? Ja. Amúgy ez az a szoba, menjünk vissza? Ez az a szoba. Ja igen, ide jöttünk be így. Igen, itt jöttünk be. Na, onnan jöttünk befele ide az előző rész végén. Van két videó, amíg nem láttad, csekkold le, mert vicces. És ide jöttünk be, és itt szabadult ki a Poppy, és menekült el a rágba elfele. Úgyhogy megyünk visszafele, gondolom. És megpróbálunk kijutni az épületből. Jumpscare mentes kiutást mindenkinek. Nem tudom, hogy hány részes lesz. Megvágjam, legyen több részes, vagy így egybe le maratonozzuk, mit tudom én, 30 percre. Nem tudom, milyen hosszú. Ezért fizettem, úgyhogy gondolom, remélem legalább háromszor olyan hosszú, mint a... Tudod mit? Maradjunk itt. Ez itt biztonságosabbnak tűnik. Ez olyan otthonos, nem? Az, hogy erre nem lehet menni. A játék készítői nem akarják, hogy leszedjem ezeket a dobozokat. Mert amúgy ezeknek le kéne zuhanni. Na jó, hát akkor kalandra fel. Nagyon nagy a csend. Jól néz ki amúgy. Az a poén. Miben csináltátok? Unreal Engine-ben? Ide be tudunk nyitni? Nem úgy néz ki. Valószínűleg kulcs fog kelleni. Egyébként nem... Tehát előfordulhat majd, hogy az első jumpscare-nél ki fog akadni a játék. Mint hogy nem úgy, hogy mérges lesz rám, és akkor elver, hanem így beakad majd, nem tudom. Elég maxon van a grafika, aztán lehet, hogy a gépem nem fogja elbírni. Jó, már enni egyértelműben nem tudtátok volna. Nem az kell? Az kell, nem? Vagy alá kell álljak? Szerintem az kell. Ha úgy rá van világítva, hogy azt nyom, azt fogjad meg gyökér. Hát nem úgy néz ki, hogy az kell. Jó, mindegy, akkor menjünk vissza. Hát tökölős lesz, tökölős lesz. Elliot Ludwig nevű kulcsot keresünk. Nem? Nem? Nem. Ezt jól megbeszéljük. Nem tudjuk kinyitni. Azokat se. Valahol várja, itt le van szedve a... Ez. Valahonnan. És lehet, hogy ott kell bemászni, nem? Vagy azért ennyire nem egyértelmű a dolog. Egyébként meg tudunk jumpolni, tehát itt nem tudunk kimászni, vagy valami. Nem tudjuk magunkat fölhúzni. Deszkával valamit nem. Tuti azzal kell valamit csinálni, de mit? Annyira vicces amúgy, hogy ti már valószínűleg három youtubertől megnéztétek a gameplayt, és tudjátok, hogy mi fog történni. Én viszont nekem ez az első experience, mert nem mióta kim van a játék, érted? Hát le vagyok maradva a korral. De a HD-t azt megléptük, tehát HD-ban nézhetitek a videót. Ez azért már haladás, érted? 2000 hány? 10. Hogy mikor lett HD az összes tévésugárzás? Na, hát akkor menjünk vissza, sziasztok. Valami szekret nincs esetleg? Szekrényben. Nem úgy néz ki. Azért küszköd rendesen a gép összes. Ja, nem valami high-end játék grafikailag. De tényleg jól néz ki. Ez teljesen nyilvánvaló. Ja, megnéztem, írtátok, hogy volt ilyen balhé, meg mit tudom én. Megnéztem ezt a kamuba baromságot, hogy jaj, valakiről lekoppintotta. Hagyjuk már! Nem lekoppintott, hanem az a valakinek volt egy jó ötletek, megcsinált egy szar játékot, és utána ahhoz hasonló játékot megcsinálták jól. Ennyi történt. Nem koppintott senki semmiről. Se. Azon ez a játék, hogy nagyon próbál egyértelmű lenni, de ettől csak még nehezebb lesz kitalálni, mi a feladat. De teljesen nyilvánvaló, hogy azzal kellett valamit csinálni, mert világít és még sárga is. Hát ott még rá is? Te ez mi? Valamiért fölhúz. Az hogy lehet? Jaj, megnyom a space-t. Aha. I got it. És akkor így be kell lengjek? Aha, be kell hintázzak. Hoppá. Ezt jól megszültük. Jó nehezen szültük meg. Na, király. Kaptunk egy új mechanikát. Tudunk lengedezni.
Jó napot! De megijedtem, azt hittem, hogy te a valódi vagy. Adok neki egy pacsit. Bassza meg! Ott volt rajta egy ilyen izé, hogy press hír. Nem? Lehet azért, hogy... Na jó, állítsuk a grafikám, mert már most akad. És átraktam high-ra, a bestről high-ra. Nem, senki nem panaszkodhat, hogy low budget a csatornám. Igaz, hogy nem besten van a grafika, de high-on van. Az azért elég jó. Tehát magas minőségű. Egyébként pedig... Ja, itt a cucc. Itt az ajtó, ahol be kell menni. Erre van a jumpscare. Ez meg fölállt magától, vagy én föl tudom állítani? Te, ha nyomva tartom, akkor húz. Ha nyomva tartom, húz. Ez is új mechanika. Hoppá. Hát ez nem volt az előzőben, vagy csak nem tudtam róla, mert akkor a gyökér vagyok. Na itt a Poppy Flower, vagy mi a neve, kulcs. Ezt visszük. Picked up key. És a tabbal tudjuk megnézni. Hát ez gyönyörű. Azt látod, micsoda kulcs. Ez úgy tényleg menő. Zsírak ezek a régi kulcsok. Ez mi volt? Kérdőjeles parádé. Na! Haladunk, tehát van már egy kulcsunk, úgyhogy futás kifele, menjünk az ajtóhoz, szaladás van, mert még a végén jumpscare robban ránk. Erre van az ajtó? Erre van. A Ludwig ajtó. Na. Csókolom! Csókolom, ez a vezérigazgató? Egy ablak elfért volna még itt. Hogy ezek ablakok? Dehogy ablakok. Nincs egy ablakod. Igazgató úr! Egy ablakot fúrjatok már neki, vagy valami, hát milyen sötét lehetett itt egész életében. Na, van egy dézink, hát de király. Más nem tudunk fölvenni? Viszkis poharat esetleg. Ott egy... Az mi volt? Fölrúgtam oda valamit. Tényleg úgy most működik ez a mechanika, hogy... Hát nem működik, jól. Na igen, az előző részben már megtanultuk, hogy eszköl. Tehát amin ilyen mancsok vannak, azt kell lehúzni. Király, na menjünk be és akkor vegye kezdetét végre a jumpscare, meg az üldözés, meg minden. Várj, tudunk sprintelni? Azt nézzük meg. Ha tudunk. Csak hát ilyen nagyon Ez nektek sprint. Ez ilyen Ez inkább mint hogy sprint. Na jumpy scared, könyörgöm. Várj, most nyelek. Jó, oké, nem volt jumpscare, nem fulladtam meg. Annyira. Hoppá. Oh, sorry. Szia! I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Tök jó fej, mit akartok? Tök jó fej vagy, basszus, adj már egy pacsit, na. Hát nem is félek tőled. Jó, mondjuk ez nem pacsi, hanem egy pofon, mindegy. Jó, adjunk neki áramot, mert ő mondja, és akkor... Egyszer... Kétszer... Várjál, hány kell? Hova kell bele? Valahova kell bele, nem? Hova kell bele? Oda kell bele. Úgy. Na, mi van? Gyerünk már! Tapsolsz? I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Hát gondolom bezártak, mert horror baba vagy. I'd like to pay you back. Jó, várj, kapcsolat nektek subtitlést, jó? Mert különben nem fogjátok hallani, hogy mit mond. Subtitlés, hol vagy? Resolution, nem. Frame rate limit, nem. Subtitlés. Nincsen subtitlés? Basszus. Reflections, az persze van, meg fog. Meg shadow víz. Meg texture quality. Van, gyerekek, nincs subtitlés, lehet, hogy van, csak én nem látom, mert vak vagyok. De ennyi baj legyen. Nem? Hát most nem mondom, jó. Na, erősítsetek már meg kommentben. Jól mondom, vagy nem? Na, igazam van, vagy igazam van. Jó, akkor tudjátok mit? Büntetésből nem kaptok subtitlést. Komolyan, mert nem lájkoltatok. Elnézést kérek tisztelt a kivételnek, aki lájkolt. Na. The train station-t javasolja, mint szökés. Hol vagy? Ott vagy! Basszus, de creepy vagy! Miért nem tudok belezoomolni az arcodba? Hát nem látlak pontosan. Ott a cső kapaszkodó cucc. Jó, azért para. Egy kicsit para. Tehát ilyen túl kedves.
Mi a, most már nem tudom felhúzni magam? Don't you wanna come with me? De, akarok, várj már meg, na, itt vagy. Ne már, ne sírj, mindjárt megyek, na. Veled akarok menni, ki akarok menni a vonatállomásra. Meg akarok szökni erről a helyről, ne hagyj itt. Az előbb még működött ez, most miért nem húzza föl? Mert csak a kékkel működik. Az előbb még így lehetett fölmenni, ne idegesítsél, játék. Kezded azt, amit az előbb is. Posztereket nem kell gyűjteni, vagy valami? Ami jól néz ki, az environment, jól telehordtátok dobozokkal. Itt nem tudunk menni, nem. Mi ez a double jump? Hogy tudok szögd... Értem én, tehát tudok szögdécselni, de jó, jó. Ez olyan, mint a Mario Wonderben, simán kivittem azt a játékot, anélkül, hogy tudtam volna, hogy ha nyomva tartom az ugrást, akkor folyamatosan ugrik. Hát nem volt benne a tutoriálban, vagy benne volt, csak épp nem figyeltem. Na. Hát tudod, nem húzza föl magát. Ja, hogy dupla klikkelket, egyszer kattintok, bekapaszkodik, és még egyszer kattintok, és nyomva tartom, akkor behúzza. Értem. És akkor most belengedjük a pöcsánk, 3, 2, 1, jum, és benn is vagyunk. Na. És akkor megyünk a babához. Hol vagy? Nincs itt. Jó, hát akkor cső, nem köszöntünk elő. Szevasz, baba. Majd találkozunk. Hey, I'm up here. Megjöttem. Azt hittem, hogy rossz. Jó, ne creepisedjé. Tudtam, hogy erre fog kelleni majd menni egykor. Egyébként pedig csak mondom, hogy azért ijedtem meg, mert onnan jöttem, mert innen jöttem és onnan jövök. Tehát oda jövök, ahová megyek. Hát mi ez? Milyen dolog ez, kérem szépen? Arra kéne menni, oda föl tudunk menni? Föl tudunk menni, vagy itt kell kívül menni? Valószínűleg kívül kell majd menni. Meg kúszni nem tudunk. Hát akkor menjünk kívül. Erre fele ment. Ja igen, most már aktiválódtak a cuccocskák. Ez szuper. És akkor bal kéz, jobb kéz. Töltsétek föl a kolbászotok. Úgy, nya. Engedd már, na. Ja, hogy a jobb kéz, várjál. Jó, mindegy, nem értem. Maradjunk annyiba. Na, a hintázásokba bele. Úristen. Itt van a csőben a baba. Vagy mi az a doll. Na hát himbilin bízzünk, jó? Juhú! Isten. Hú, ez de király, na! Mi van? Már engedtem. Hogy kell engedni? Jó, mit tudom én, hogy kell. Most nyomogattam a space meg a klikket is. Sikerült végül is. Ajtók zárva, csak dísznek vannak. Hát ez nagyon olcsó megoldás, de mindegy. Mennyit fizettem érte? 6,5 eurót? Ami nem tudom, lehet 9-et, már nem emlékszem. Mert az izét egyszerre vettem meg a másik játékkal, és az egyik az 6 valamennyi volt, a másik 9 valamennyi. Úgyhogy ma sem eszem meg itt. Mi ez? Miért? Mi ez? Hátrafele megyek. Basszus. Rossz, elcsúszott a kezem a billenty. Nya! Hát akkor menjünk tovább. Isad már! Na itt van, szia, grunk. Mi ez? Ha most beakadt. Listen, I'm going to need you to trust me. Az meg! Basszus! De te ennyi eszed, hogy a szakadék szélére ülsz. Jó napot! Kolbász úr! Jó napot! Kolbász úr elragadta a babát a kolbász kezeivel. Szerintem másodpercek kérdése, hogy rám tör a frász. Kolbász úr, jó, mindjárt ugrunk utána, na. Azt hittem Decathlon, itt a Decathlon, jó napot. Szeretnék venni egy új sportcipőt, meg 3 táskát, amire semmi szükségem, csak tetszik. Ha itt a ez a... Várjál, ez mi? Közben úgy felpappolt a cucc, hogy aktiváljam a Windows-t. Különben rám küldik a teket, meg az AVH-t. Na jó, csapjunk bele az izgalmas dolgokba, és akkor jumpuljunk egy hatalmast. Illetve hatalmasat. Ez kiásta ezt a bazimei gödröt ide. Most meghalok? Ja nem, csúszda, aha, csúszdázgatunk. Csókolom, nem elég hangos a játék. Most megnéztem, elvileg elég hangos. Hát szari, amatőr gameplay csatornára amatőr nézőket várok. Ezt eszitek azt a chipset? Na, egyétek. Vagy a almát inkább, az egészségesebb. Na, itt se lesz jumpscare cserébe, kapunk egy puzzle-t. Tehát vettem egy horror játékot, és jumpscare helyett puzzle-ökkel untatnak. Ez mi volt? Oké, okay, got it.
Hát akkor ezt a puzzle-t most megoldjuk, vágatlanul, jó? Nextek, akartatok hosszú videót, akkor basszátok, hogy itt van vágatlanul az, hogy nem értem a puzzle-t. Ehhez mit szóltok? Na jó, nem, valószínűleg meg fogom vágni, mert nem fárasztalak benneteket. Na, itt az egyes számú pont, és hol a kettes számú pont? És egyébként meg hova van bekötve ez az egész lószar? Oda. Ide van bekötve, tehát ide megy be az áram. Hát ez de jó. Ja, erre itt egy cowbell. Aha, ezt fogjuk kinyitni elvileg, ugye? Ezt fogjuk kimenni, megyünk a Game Stationra. Ja, mert beszélt a vonatállomásra, hogy miről. Ez pedig itt vérzik az ajtó. Vagy mi ez a rács? Vagy, na, milyennek a neve? Na, az. Tehát arról fog bekúszni valószínűleg a horror lény. Van egy ilyen sanda gyanú. Ebből amúgy láttok valamit? Fura sound effekteket hallottam. Mindegy. Na, akkor power. Az mi? Ebbe ke bele? Hát ezt nem fogjuk meg. Ez a kettes. Egyes. Ja, értem. Aha, itt a kék oszlop. Aha, ez kikerüli a cuccot. Oké, értem. Értem én. Tehát, a kék oszlop az meggátolja azt, hogy rámenjen erre a rács cuccra a cucc. Mit szóltak a szókincsemhez? Viszont itt van egy másik cucc. Hát tudod, ami elvágja a cuccot. Magyarán, nekem azt fog kelleni csinálnom a majd. Ide, várjál. Oké, na. Akkor tudom már mit kell csinálni, na. Tudom már. Ezt kell bele ide. Ezt ide húzni. Csak itt megpróbálni nem hozzáérni ahhoz a szar oszlophoz. Aha, így. És akkor ezzel fogjuk blokkolni a szajrét. Ezzel pedig ezt. Ugye? Így. És akkor ezzel fogjuk kilőni oda. Ennyit erről, gyerekek, puzzle. Na most azzal, hogy betelt a merevlemezem, úgyhogy leállt a felvétel. Most loadoljuk a gémet, nem tudom, hogy hol. Na annyi volt, hogy megcsináltam a puzzle-t, és akkora partit csaptam, hogy sikerült. Bontottam pezsgőt, meg minden, hát a partiról most sajnos lemaradtatok, sajnálom, majd legközelebb. Na, és idáig jutottunk, de úgy néz ki, hogy megcsinált a szévet. Elmondom, mi történt, jó? Ott bejöttünk, megcsináltak a puzzle-t, kinyílt ez az ajtó. Bejöttünk, végigjöttünk ezen a folyosón, és akkor bejött Kolbász asszony, és elmondta, hogy mi lesz. Az lesz, hogy ilyen kicsit ilyen GLaDOS vibe-ja volt a karakternek, Kolbász asszonynak, Mrs. Kolbász asszony. Hadonászott a csülkeivel, a kolbászaival hadonászott, meg csapkodott, és hát a Poppit fogta a kezébe, és mondta, hogy most velem fog játszani, és akkor így meg úgy játszunk, és ha jól játszom, akkor kapok valami kódot, vagy nem tudom. Jó, mindegy, lényeg az, hogy vannak missionök, és az abszolút lényeg a dologban, hogy elvitte a jobb kezem. Tehát egy kezünk van mától kezdve. Ott a Poppy, ott a Huggy, a kolbász asszony a kolbász ujjaival, meg mindenféle karakterre. Mókás karakterek. Oké, a kart azt egyelőre... Ne, meg tudjuk húzni. Király. Hát akkor szaladás van. Úristen. Mi ez az environment, gyerekek? Lámpa, kapcsolás, meg minden. Press here. Hát ez nem valami jó zene. Nem tudom, nem. Ne ezt a zenét játsszátok az esküvőmön. De király, játszunk már! Basszus, de király, gyerek akarok lenni újfent. Csúszunk egyet? Tudunk csúszni? Ezt a szart nem... Ja, de tudunk. Juhú! Hát még beszorult a seggem a csúszdába. Fogyni kéne, Benji. Ez mi volt? Sound effekteket hallottam meg. Itt elközben elmegy a mentő, az nem a játékban van, nyugi. Hát ezt nem értem, gyerekek. Minimum most vagy szar a játék, vagy a gépem tényleg kuka. Nincs annyira szar gépem, közeg kategóriás gépem van, nem is annyira régi. 5 éves, de az ennyire, hogy minimum grafikán is így akadjon. Jó, hát akkor inkább rakjuk vissza normálra. Legyen medium, aztán csókolom, akadjon. Ez van. Akadjon a játék, ti meg akadjatok ezen ki. De ne iratkozz le. Itt egy gigászi csapóajtó. Mondom, itt fogunk majd beesni. Szebb napokon. És akkor... Az elcsukódott. Welcome to the Game Station. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Musical memory. Ah, értem, tehát itt három játék lesz. És most vagyunk az elsőre. Musical Memory. Vérzik a poster.
belet robbantva az ajtó, vagy mi a fal. Pince hangulat. Jó napot. Jó, itt már azért fut rendesen. Mondta és beakadt. Beakadt a játék. Ez most jó irányba megyünk? Szerintem ez itt nem kéne leesni. És erre megyünk jó irányba. Nem, eddig lehet jönni. Hol van a mu... Eddig lehet jönni, akkor essünk le. Basszus. De nem, jó, így le kell esni. Alagutat ástak nekünk. Csókolom. Ez para ez a hely. Nya. És akkor muzsikál nót. Lottót fogunk sorsolni. Basszus. Nézzük a számokat, az eheti nyerőszámokat. Álljunk már ide, innen látjuk a dolgokat, hogy mi történik. Elolvadnak a lottó sorsoló golyók. Ja, nem most olvasztunk műanyagot, tehát fröccsöntő gépek, most olvasztunk műanyagot. Oké, olvasztás megtörtént. A második fázis az a olvasztás bekerázása a cuccocskába bele. Hát ez nem működik. Ez nem működik, tehát a csövet meg kell igazítani. Alright. Ez mi? Pókháló? Nem fogjuk rá. Na! Nézzek, hogy néz ki, hogy be van állva a robotgép. Nézd meg a szemét! Beszorom. Átömlesztés megtörtént. Ah, szóval kart csinálunk magunknak, I got it. Alright, hát akkor karunk lesz, de király, lefestjük szép pirosra. Fessük már le pirosra, léci. Remélem piros lesz. Közelebb hozom a mikrofont, hogy halljátok, hogy mennyire piros. Legyél piros. Zöld lesz. Basszus, zöld lesz. No paint in machine. Oké. Ez mi? Ez mi volt? Basszus, valaki bejön valahol. Az kinyílt az az ajtó. De beszartam. Ez mi? Mi ez az? Mik ezek a... Nem hallom, hol van a hang. Hol van a hang? Hova kell figyelni? Basszus, ilyen gépek zúgnak mindenfelé. Nem áll. Ott van fönn valaki. Illetve gyártósor. Ügyi a dolog. Na jó, most egy kicsit beszartam, de nem úgy néz ki, mint aki a frászt akarja rám hozni. Mármint a játék. Na jó, hát akkor menjünk föl. Elvileg, ugye? Ott egy kéz. Mondom én. Nem ezt rakjuk be. Nya! Itt a paint. Ez az, megyünk festeni. Ide kell beönteni? Nem. Ide kell a gépbe, úgy. Itt fönn biztonságban érzem magam, nem tudom innen bekapcsolni. Ez de gyenge! Na azért! Tudjam már bekapcsolni. Nem mondod, hogy nem ér el odáig a cucc. Elvileg el kéne érnie, csak nem nyúlik ki teljesen a kar. Innen? Nem azt akarja, hogy itt álljak. De akkor kapcsoljuk be innen. Hát zöld lesz a kezünk most. Gondolom, ha megvan a kezünk, akkor majd ki kell elektromos rendszerrel cuccolnunk magunkat. Na, meg vagyunk? Ja, dob, még csomagolni kell, hoppá. Még dobozulunk. Kéz! Melyiket válasszam? Ezt választom. Ezt föl. Amúgy van itt egy... elvileg egy kazetta. Lejátszó, nem? Kéne lenni egy kazettán, és le tudnánk játszani. Mit tudom én, nem izgat. Az izgat, hogy a szarba kell felvenni a kezünket. Minden zölden világít. Ugye? Yeah. Oké, elvel, király. Na, zöld lett a kezünk, hát ez szuper! Van kezünk. Akkor viszont meg tudjuk csinálni az elektronos dolgokat. Egyszer. Hova kell be...
Ide kell be? Nem hiszem, az egy gomb. Hova kell be? Valóban kell be, nem? Hova? Ja, hogy most már áramosak a kezeink. Vagy mi az áramos a kezeink? Oké, hát nem mondom, hogy logikailag jöttem rá a dologra, de itt viszont jumpscare lesz. Be is zártak. Akadt is a játék rendesen. Nya! Jumscare! Bug. Jelzem, itt egy bug. I know when your birthday is! June 28! Tényleg, basszus, tényleg akkor születtem, de ő is. De bágos ez a szar, meg akad össze-vissza. Miért akadsz? Na, eddig tartott a HD nektek. Nincs több HD. 720p van. Bár igazából az is HD amúgy. Tudod, de van HD. HD. Azt nézd, milyen HD. Az agyad eldobod. Olyan HD, hogy akad. Még így is akad. Tehát még 720p-ben is akad a szaros játék. Woppy Playtime 2 2024 akad a gépemen. GTX 1070. Meg. Mi ez? Mi ez a szaraka? Miért akad? Hát mennyit fizettem, érted? Elvileg még a képen is. Tehát az a jó ebben a felvételben, hogy elvileg még a kép is rajta van a képen. Ez tök jó. Na jó, tényleg egy jumpscare-t adjatok, könyörgöm. Hát addig nem tudok semmit csinálni, míg nem adtok egy szaros jumpscare-t. Mi van? Hát arra még nem voltam. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck! Hát gyerekek, ez nagyon gyenge. Ezért pénzt elkérni, hogy tényleg egy ilyen gyerekjátékba itt szarakodjak? Ezt a szart, ilyen szar memória... Isn't it amazing? Szar memóriáját. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Oh, that's the dinner bell. Oh, Istenem, de ez a szar dialógusok pedig csak azért vannak benne, hogy húzzák ki a játékidőt. Annyira átlátszó. Hogy a szarba lett ez a játék ilyen kurva híres? Na, green! Kezdek beszállni. Yellow! Green, yellow. Green, yellow. Na. Green, yellow, yellow. Green, yellow, yellow. Nektek. A világ legjobb gameplay-e, gyerekek. A világ egyik leghíresebb horror játékát láthatjátok. Green, yellow, yellow, green. Ezt a szart. Ez nagyon gyenge. Ez olyan gyenge megoldás. Green, orange, white. Na, legyen már vége. Round 4 az anyátokba bele most már. Mi ez a szar? Ez egy nagyon szar játék. Hol kell ki leiratkozni a YouTube csatornájukról? Violet. P question mark. Legyen vége. Jó van, már elmentek ti a picsávát. Mi ez a sok szarot fönn? Na jó van már. Hallod? Azért van egy határ ember. Basszus, így döglünk meg.
Hát mindegy, nyomogassuk, aztán majd lesz, ami lesz, szerintem. Hát beszarok. Légkondigom, meg izé, ezen is tudom. A Flight logo. Hát ez nagyon gyenge ez a játék, ne vegye meg senki, ez hogy a tökönbe lett ilyen kurva híres? Ja, hogy most elrontottam. Aha, értem. Jó. Hát ebből Rage Quit lesz, sajnálom. Ha most előről kezdi... Na azért. Na. Portál 2 nektek. Tiszta Portál 2 hangulat. Na, megnyertem. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look on. Kolbász asszony benyújtotta az adóbevallást. Köszönöm. Picked up adóbevallás 1/3. Tehát még kell 2. Jó, hogy még van két játék, egy gadit, a két csapóajtó. Ha kussoljál már a kolbász kezeidet, nyeljed be, aztán maradj csöndbe. Hát mi ez, kérem szépen? Itt pofázik folyamatosan. Jó vagy, gyerekek? Rage quit. Basszus, ez mi? Nem erre kéne mennünk. Rossz helyen vagyunk. Ó, Istenem. Szóval, ez a játék egy rakat szar. Egy jumpscare, gyerekek, itt játszom velem mióta, egy darab jumpscare nem volt benne eddig. Szar puzzle game van, ami a, tényleg az ilyen ingyenes, szar, legfosabb telefonos játékban is benne van, hogy a színeket kell megjegyezni, utána bebugzódik az egész fostos robotgép cucc, Portál 2 copy bullshit, és egyszerűen nem, egyszerűen nincs, egyszerűen ez egy horror játék kéne, hogy legyen, és a kolbász néni meg egyáltalán nem ijesztő. Idejön, fölcspofosz kétszer a kolbászaival, aztán nem történik semmi. Hát mi ez? Mi ez a játék? Ezért én most kiadtam, miattatok, meg értetek, meg rátok mennyit? 6,5 eurót vagy mennyit. Basszus, kérem vissza a pénzemet. Ezt a szart komolyan. Elveszik a kezem, azt azzal telik, nem tudom, 20 perc, hogy próbálom legyártani. Hát mi ez olyan, mintha megvenném a GTA-t, és utána 20 percig fegyvereket kéne gyártsak benne. Hát kérem a kezemet, kérem a fegyvert, mindent kérek ide. Rage quit. Quit. Kuval. Úgyhogy ennyi volt nektek, gyerekek. Ha szeretnétek, hogy folytassuk, akkor most már végig fogjuk vinni, mert kifizettem érte a összeget. Ráadásul a felvétel is leállt közben, meg a felbontással kellett szarakodni, meg 720p, meg mi egymás. Én szerintem ezt most itt egyelőre hagyjuk abba, aztán hogy legközelebb folytatjuk. Remélem, hogy azért lesz egy jumpscare, de hogy ez komolyan, hogy itt játszom vele egy óra, és egy jumpscare nem volt benne, szabályszerűen felháborító. Úgyhogy ha tetszett, lájkold, ha nem iratkozz fel, én leiratkozom, viszontlátásra, sziasztok!